Pécsváros híradója. Június 23-án kedden önök Pécsváros híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény a mai programok közül híradunk ma esti témáiból. Beszámolót tartottak a közigazgatási hivatal munkájáról. Igazgatói kinevezéseket adtak át a Városházán. Közel 70-en végezték el sikeresen a kisvállalkozói tanácsadó programot. A Baranya megyei közigazgatási hivatal egy éve vált kormányhivatallá. A tisztségviselők ma ültek össze, hogy eddigi munkájukat megvitassák és beszámoljanak a tapasztalataikról. A váltás ellenére a hivatalok feladatai természetesen megmaradtak. Például sok egyéb mellett továbbra is ezek ellenőrzik az önkormányzatok képviselőtestületeinek munkáját. Egy sereg olyan új feladat került a hivatalba egy évvel ezelőtt, július 1-i hatállyal, amelyek a területen működő dekoncentrált államigazgatási szervek tevékenységének az összehangolását illeti. A cél a korszerű területi közigazgatás kialakítása, ahol mind az ellenőrzött és az ellenőrzést végző hivatal tapasztalatokat cserél, megismerik egymás munkáját. A mai ülésen szó volt a feladat és hatáskörökről. A területi közigazgatási szervek véleményt mondhattak és javaslatokat tehettek a hivatal képzési, továbbképzési programjaihoz való csatlakozásról is. Előadó vendégként pedig dr. Majtényi László, az adatvédelmi biztos beszélt szakterületének aktuális kérdéseiről. A magyar társadalom rendkívüli módon fogékony a szabadságjogok e-csoportja iránt, tehát az információs szabadságjogok nagyon is érdeklik a magyar társadalmat, nagyon rossz néven veszi, hogyha ezekben a jogaiban valaki korlátoz, ez lehet az állam is, és lehet a piac is. És ma tulajdonképpen ott tartunk, hogy egyrészt kiépült a adatvédelemnek a jogi infrastruktúrája, tehát van egy elég színvonalas adatvédelmi törvényünk, többé-kevésbé teljesnek mondható a szektorális adatvédelem jogi szabályozása. Általános és középiskola igazgatói és óvodavezetői megbízóleveleket adott át ünnepélyes keretek között Troska Gyula, az önkormányzat közoktatási bizottságának elnöke ma a Városházán. Papné Kovács Anikó a Bimbó utcai, dr. Sós Attiláné az Enyezd utca 2-es számú, és Vargáné Musics Anna az Anikó utcai óvoda vezetői tisztét látja el szeptembertől. Bogárdi Mésző Kálmánné a Szíbert Róbert általános iskola, dr. Mikli Éva az egészségügyi szakképzőiskola, Herold Gyula a kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi szakközépiskola igazgatója. A fehérhegyi iskola esetében Pécsett első alkalommal került sor integrált intézményigazgatói kinevezésre, mely a hagyományostól eltérő feladatok elé állítja a vezetőt is, hiszen az általános iskolai képzés mellett itt gazdaasszony képzés is folyik. Azt hiszem az együttműködés az egyik ilyen nagyon fontos dolog, a másik az őszinteség, és a harmadik a gyerekközpontosság talán. A pályamunkák a közoktatási bizottság véleménye szerint egyenletesen magas színvonalúak voltak. Egy posztra maximum 3 pályázat érkezett. Én ezt nem nevezném túljelentkezésnek, én azt gondolom, hogy lényegesen több tehetséges embernek kellene ebbe a ringbe beszállni. A szeptember 1-től érvényben lévő intézményvezetői megbízatások 5-10 évre szólnak. Az 1988. július 1-től hatályba lévő törvények és rendelkezések értelmében az eddig az önkormányzati jegyzőknél lévő az egyéni vállalkozók vállalkozási igazolványaival kapcsolatos minden ügyintézés átkerül a gazdasági kamarák hatáskörébe. Az új vállalkozók ettől az időponttól csak a területileg illetékes gazdasági kamaráknál válthatják ki vállalkozói igazolványukat, hangzott el a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mai sajtótájékoztató. A gazdasági kamarák a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló közigazgatási és vállalkozásokat segítő feladataik mellé most olyan gazdasági területek felügyeletét adta át az állam, amelyek megoldásában az elmúlt időszakban nem sok eredményt tudott felmutatni. Ezek közé tartozik a különböző vállalkozások egységes rendszerbefoglalása is.
Azt jelenti, hogy egy ablakos rendszerben látjuk el feladatot, vagyis a vállalkozó helyett mi intézzük a ügyeket az APEC, TBK és az önkormányzatok felé. Ezt a rendszert egy nagyon fejlett számítógépes szisztéma szolgálja ki. Magyarán mostantól kezdve a vállalkozók nem kell rohangálni a hivatalra, és lényegesen olcsóbban jut hozzá egy helyen a kamaránál a vállalkozó igazolványhoz. Júli is egytől semmi más nem kell tenni, mint befárni a kamara valamely ügyvédszolgálatára, valamelyik baranyai városba, és onnantól a ügyfélszolgálati munkatársak minden tudnivalót ismertetnek. Azonban a vállalkozó igazolvány csak egyike az új közigazgatási feladatoknak. Itt az utazási irodákkal, az idegenvezetőkkel, a gázszerelőkkel, taxisokkal, személyi fuvarozókkal kapcsolatosan és számos kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan is a kamarához kerültek hatósági jogosítványok. Mindezek a többletfeladatok egy olyan komplex szolgáltatói rendszer kiépítését feltételezik, melyhez 2-3 év lefutási idő mindenképpen szükséges, és összehangolt munkát kíván vállalkozóktól, érdekvédelmi szervezetektől, gazdasági kamaráktól, önkormányzatoktól egyaránt. Tegnap 67 ötödéves közgazdász hallgató vehette át oklevelét a kisvállalkozási tanácsadó program eredményes elvégzését igazolva ünnepélyes keretek között az egyetem dísztermében. A közgazdaságtudományi karon 5. éve folyik az úgynevezett kisvállalkozási tanácsadó program. Az 5 év alatt több mint 300 hallgató végezte el sikeresen, s vehette át oklevelét. Ezen a napon a hallgatók két oklevelet vehetnek át. Az egyik oklevelet a Clevelandi Case Western Reserve University állította ki részükre, a másik oklevelet a Baranya megyei vállalkozói központ. Ez valójában egy szakmai tanácsadó tréning, amit a hallgatók önként egy alternatív tantárgy keretében választottak, és valamennyi hallgató az idén 67 ötödéves hallgató ezt sikerrel teljesítette. Ezt Amerikában az említett Clevelandi Egyetemen a projekteket megnézik, bírálják, és nagyon jó a visszhang, és nem utolsó sorban a hallgatók azon túl, hogy élvezik ezt a gyakorlati munkát, gyakorlati tapasztalatokat is szereznek, és ez nagyon fontos az elhelyezkedésüknél. A Művészet és Gasztronómia Fesztivál rendezvény sorozatának keretében Deák Zsuzsa pasztelképeiből rendezett kiállítást Bükkösdi László nyitotta meg az Ifjúsági Ház galériájában. A neves grafikus művész tárlata stílusosan a Borút stációi címet viseli. Deák Zsuzsát elsősorban arculat és csomagolás tervei, valamint absztrakt, nonfiguratív képei, grafikái alapján ismeri a közönség. A most kiállításra kerülő válogatást viszont szigorúan komponált a mediterrán fényviszonyokat hangsúlyozó, a villány siklósi Borút legsajátosabb látványait bemutató, talán sokakat meglepő pasztelsorozat. Tavaly koratavasztól késő őszig jártam ezt a vidéket, szombat, vasárnap, olykor-olykor hétköznap is, amikor az időjárás megengedte, és mindegy egyes munka a helyszínen készült el. Hát én kiálltam oda reggel 8-kor, és hát ameddig be nem fejeztem, ott voltam az adott helyszínen. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem ez az első kiállítás ebből az anyagból, ezt villányba is bemutattam tavaly ősszel, és szeretném a lehető legtovább együtt tartani ezt a sorozatot, és úgy gondolkodom felőle, hogy lesz, ami lesz, de az alkotás öröme az az enyém volt akkor, amikor ezek elkészültek. Pécs környékén az elmúlt hétvégén két program közül is választhattak a lovasport szerelmesei. Forgatócsoportunk a Mohács mellett megrendezett országos díjugrató bajnokságra látogatott el. A Mohács melletti Pegazus lovasfarmon országos díjugrató versenyt rendeztek az elmúlt hétvégén. A versenypálya bemutatása közben az is kiderül, hogy a siker egyik záloga a ló és a lovas közötti jó kapcsolat. Összesen egy nap van 5 versenyszám, a B1 a megyei kezdő ló, a B2 az egy nyitott kategória, ami országban bármilyen ló mehet. Van az A1 és az országos kezdő ló, ami az országos versenyben csak most ment idén először, illetve van egy utánpótlás ló és egy nehéz kategóriájú ló szám. Na most itt ezekbe ajánlották fel a kupákat, az, ami az A1, A2, A3-nak megfelelő versenyszámokat jelenti. Egész télen dolgoztunk, illetve voltak kisebb kiesések a lóval, mert sérülései voltak, illetve azóta kaptam egy új lovat is, ami igen jónak bizonyult, és nagy pályás ló lett belőle. És ezt te saját magad edzetted be, vagy van ilyen egyáltalán a lónál?
Igen, van, ez kis csikókora óta csinálják, de hát ezt a lovat ezt mi úgy vásároltuk, hogy már dolgoztak vele. A másik a szürke lovam, ami idősebb, az már 5 éve nálam van, az végeredményben csak velem dolgozott, meg velem ugrott. Nem lehet azt mondani, hogy most kész alul, vagy nincs kész alul, mindig van valami rajta, amit csinálni kell. A lovas farmot hétközben a lovasport iránt érdeklődő gyerekek is látogathatják. Híradónk végén néhány cím és téma az Új Dunántúli Napló holnapi számából. Merre fusson az út? Jó ideje foglalkoztatja a megye lakosságát, hogy a Balaton felé az M7-esre kapcsolódva, vagy a 6-os utat gyorsforgalmivá alakítva legyen részes a térségünk a jövő közlekedési hálózatának. Most az Új Dunántúli Napló megbízásából a Szociográf Piac és Közvélemény Kutató Intézet felmérést készített, hogy az itt élők melyik változatot választanák. A túlélésért küzdenek a kórházak. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a kórházakban apró cseprő műtétek előtt is napokra bent tartanak betegeket. A magyarázat egyszerű, az intézmény a központi kasszából több pénzt kap egy fekvőbeteg, mint egy járóbeteg után. Itt a szezon Siklóson. Mostanában főleg autóban lévő rádiós magnókra, kocsikra, útlevelekre buknak a siófoki rossz fiúk. A piacról sikerült eltávolítani a zsebtolvajokat, viszont nagy fejtörést okoznak a rendőrségnek a hamis 5000-esek gyártói és forgalmazói. Friss információkkal legközelebb, holnap este 18 óra 40 perckor jelentkezünk. Az önök figyelmére is számít a szerkesztő műsorvezető Szijjártó Ildikó. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! A kelet-európai ciklon hideg frontja elhagyta térségünket. Mögötte délnyugati áramlással kissé hűvösebb, nedvesebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medencébe. Az éjszaka első felében borult lesz az ég, kisebb esők még előfordulhatnak, majd csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél mérsékelt lesz, hajnalra 15-18 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap túlnyomó részt napos lesz az idő. Az időnkénti felhőátvonulásokból futó záporok előfordulhatnak. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke 22-25 fok között alakul. Orvos meteorológiai szempontból hidegfronti hatás érvényesül. Az ANTS jelentése Pécsváros levegő minőségéről. A belvárosban a nitrogén-dioxid az északi város részben a felszín közeli ózon koncentrációja érte el, illetve közelítette meg leggyakrabban a 30 percre vonatkozó egészségügyi határértéket. Június első hetében már 17. alkalommal került sor az országos színházi találkozóra. Idén a Veszprémi Petőfi Színház adott otthont a meghívásos rendezvénynek. 18 produkció közül a Pécsi harmadik színház Spiró György Kvartett című komédiájával a legjobb előadás külön díját nyerte el. Az országos színházi találkozóra egy előzsűrizéssel történik a válogatás. Az már más kérdés, ugye, hogy mindig eldönti az előzsűri adott összetétele azt, hogy mit választanak be. Most ebben is különböző metódusok vannak. Volt olyan időszak, amikor egy ember válogatott, volt olyan, amikor egy színházra bízták. Most három tagú volt ez az előválogató zsűri. Volt benne egy színházigazgató, színész rendező, a Balázsovics Lajos, aztán egy kritikus, a Szűcs Katalin, és egy színész
Kézdi György. Tehát ők hárman válogattak. Na most azért nehéz ez, világos, ugye hát a művészet szubjektív kategória, világos, hogy most az, hogy mi a legjobb, az ő mérlegelésük szerint az a 18 előadás, ami meghívást kapott, az adott évadon belül ők ezt tekintették a legjobb 18 előadásnak. Spirónak és a harmadik színháznak hosszú-hosszú évekre visszanyúló kapcsolata van már. Még az itteni pécsi bemutatóra visszatekintve, miért éppen a kvartett volt, amit tőle színre vittek? Ennek is egy elég egyszerű profán története van. Talán az, hogy egyik oldalról én korábban rendeztem ugye a Csirkefej című tragikomédiát, ami a Spiró szerint, tehát ennek a darabnak tulajdonképpen az egyik legjobb magyar, nem is magyar, tehát általában a legjobb előadás, hisz nem csak Magyarországon játszották. Ennek a következménye volt az, hogy amikor ő rövid időszakra Szolnokon színházigazgató volt, akkor én több alkalommal rendeztem a Szolnoki Színházba az ő felkérésére, és hát amikor ő megírta a kvartettet, amit tulajdonképpen a Kaposvári Színház 56-os drámapályázatára írt 86-ba, utána elküldte nekem a darabot, nyilvánvaló célzattal, hogyha már elküldi, akkor valamit kezdjek vele, és hát én megrendeztem a darabot, és nagyon örültem annak, hogy tulajdonképpen Spiró ős bemutató szülőhelye volt a pécsi harmadik színház. A Vári Éva, Krumm Ádám, Márton András és Töreki Zsuzsa kvártettjében színre vitt produkciót nem csupán a zsűri, de a közönség is a legjobbnak ítélte. A darab többszöri előadását is teltház várta volna, sajnos a fesztiválon csak egyszeri bemutatóra volt lehetőség. Számomra talán az a legnagyobb siker, és nem akartam itt a pénzről beszélni, hogy az elmúlt években soha senki a magyar színházi szakmában a pécsi harmadik színház létét nem kérdőjelezte meg. Gondolom, hogy emiatt. És hát ugye benne vagyunk abban a nagyon szűk körbe, akik folyamatosan kapják a magyar államtól a színházi működésre a támogatást. Tehát ez a lét szempontjából a döntő fontosságú. A kvartettel kapcsolatosan azért beszélhetek szóval másról is. Meghívást kaptunk egy őszi bukaresti színházi fesztiválra, ahol Magyarországot képviselhetjük a külügyminisztérium megkeresésére, ez a Kortárs Drámák bukaresti fesztiválja. A másik pedig szinte ezzel szinkronba vált, hogy a Sepsiszentgyörgyi Színház az 50 éves fennállásának a jubileumát rendezés, ugyanebben az időszakban, és ők is egy kis fesztivált rendeznek, és látván Veszprémben az előadásunkat meghívták, és reménykedem abban, megint gazdasági kérdés, hogy sikerül ezt a kettőt valahogy összekapcsolni. Sőt, ugye én korábban több alkalommal rendeztem Kolozsvárot is, tehát hogy a bukaresti színházi fesztiválon való részvételből visszafele jövve szeretnénk elvinni a kvartettet Sepsiszentgyörgyre, utána Kolozsvárra, és úgy jönnénk vissza Magyarországra. A pécsi közönség szeptembertől láthatja ismét az év magyarországi legjobb előadását a harmadik színházban.